Akkor üdvözlök mindenkit. Mi is vagyok, itt vagyunk Kaprin. 2017. március 6-a van. Egy óránk van Kaprit bemutatni. Hát megpróbálom legjobbat kihozni az egészből. Először megnézzük a jegyeket, ugyanis a foglalás az megvan, de ki kell a jegyet kérni a hajóhoz. Na figyeljetek, ott kell a jegyet igényelni, tehát amit megvettél interneten, azt kinyomtatod, és akkor ide kell hozni, és akkor megkapjod a jegyet. Csak ugye nálunk most az a cumi, hogy ide megérkeztünk, tehát van összesen egy óránk, hogy valamit be tudjak Kapriból mutatni, és itt dekkolunk már 20 perce, mert a srác elment nem tudom hova, és most jött vissza. Leghíresebb látnivaló ugye a grotta az úra, vagyis a kék barlang, ami 60 méter magas és 25 méter széles. Nézzétek, csak ott van a limoncello. Majd megnézzük közelebbről, hogy mennyibe kerül a citromlikőr. Itt a szigeten nagy üzembe történik a citromtermesztés, amiből lekvárt és limoncello készítenek. Tehát erről jöttünk a hajóról, és akkor, hogyha itt jöztök, akkor itt jobbost kell vágni, és akkor ott lehet a jegyet igényelni. Ott a pálmafánál kell jobbra letérni, és akkor ott van egy office. Ott kiadják a jegyet. Tehát akkor még egyszer a jegyet, tehát akkor így néz ki. És akkor ez két személynek vissza Nápolyba. Tehát itt találtam egy térképet Kapriról, és akkor ez szépen leábrázol itt mindent, hogy mit voltanász. Tehát ez az Ana Capri része, itt a jobb oldalon van, a bal oldalt meg a Capri része. A Capri része az a nagyobb, az Ana Capri része az pedig magas. Itt a legmagasabb pontja itt a Monte Solaro, valami 580 méter környékén van. Akkor itt van egy világító torony, egy nagyon régi világító torony. Itt van a Marina Grande. Itt van a kikötő, mi most itt vagyunk. Oda nézzetek, itt is van citromfa, mint Savoyában. Menjünk fel. Csak azért, hogyha ide jöztök, akkor ne úgy csináljátok, mint mi, hanem úgy, hogy legalább vagy három napra gyertek el. Kis citromfa, ott pedig narancsfa. Az idegen forgalom 1826-ban lendült fel, amikor híre járt a kék barlangnak, a grotta az úrónak, és akkor onnantól kezdve oda jártak a turisták. Az egy 60 méter magas és 25 méter széles barlang. Nagyon-nagyon szép színe van. Oda feltétlen menjetek el, a Marina Grandétól, vagyis a kikötőtől el lehet menni. Ott megy felfelé egy kis fehér busz. Már lekanyarodott. Megy a kis busz Ana Caprira. Figyeljetek, találtunk egy térképet. Itt vagyunk most. Innen jöttünk. Így. És akkor ide fogunk eljutni a főtér, amit úgy hívnak, hogy Piazetta. Hogyha gyalogjöztök ide fel a Marina Grandétól, akkor a közlekedéssel nagyon vigyázzatok. Ugyanis nagyon kanyargós az út, és az autók nagyon hamar jönnek. Tehát nagyon vigyázni kell. Figyeljetek, ott kiírja a Villa Jovis. Kaprin, ez volt az első szálloda. Anna Kaprin van amúgy. Na, megérkeztünk ide a főtérre, és akkor onnan indultunk, és akkor olyan 15 perc volt az út gyalog. És akkor itt vagyunk fenn. S
She's got a baby inside and holds her belly tight all through the night just so she knows. Narancsfa itt van tőlem 2 méterre. Sietnünk kell lefele, ugyanis még van vagy 15 perc a hajóindulásig, és akkor megyünk vissza Nápolyba, ugyanis nem szeretném, hogyha lekésnénk a hajót, mert akkor már nem tudnánk vissza felszállni a Costára. Egy akkora óriási hajóra szálltunk fel, Ceremára neve a hajótársaságnak. Meg kellett kérdezni legalább, hogy 3-szor. Egyszerűen nem voltunk benne biztosak, hogy erre kell felszállni. És akkor most 1 óra 20 perc lesz majd az utazási idő. Oda nézem, nem fér el a sarka, oda visz minden. Száll, és igen, jön felfelez is a hajóra. Össze-vissza törje a teherautónak a sarkát, hát hogy lehet ide bejönni? Itt kiabálnak az utasok nekik, hogy álljon meg. Sikerült a teherautónak bevenni, úgyhogy csak úgy félig tört össze mondjuk a sarkát. És itt izgultunk, hogy nehogy az legyen, hogy felakad, mert utána ugye nekünk sem mindegy, mert nekünk 7 órára be kell érni Nápolyba. Látjátok, milyen szép a tengernek a színe? Nem tudom, hogy mennyit ad vissza a kamera, de eszméletlen szép, világos színe van. She's sleeping sound, safely to keep her growing. Tehát akkor nem maradt más hátra, mint érzékeny búcsút venni Capritól. Én megmutattam nektek, hogy hogy nem kell megnézni Caprit. Tehát mindenféleképpen 3-4 napra gyertek, és akkor több mindent meg tudtok nézni, mint mi. Misi voltam Capriról, sziasztok! When she'll open her eyes, there'll be no surprise that she'll grow to be so beautifully, just like her mother that's carrying. Oh, Capri, she's beauty, baby inside, she's loving. Oh, Capri, she's beauty, there is an angel growing peacefully. Oh, Capri, sweet baby. A világítást most kapcsolják felfele, most lesz majd igazán csak szép Capri este. Things will be hard at times, but I've learned to try just listening patiently. Oh, Capri, sweet baby. Oh, Capri, she's beauty, baby inside, she's loving. Oh, Capri, your beauty, just like your mother that's caring.